tudom, a higany az már önmagában is rettentő jól néz ki. Emlékszem, amikor általános iskolában a sűrűséget tanultuk, a fizika tanár behozott egy üveget, megemelhettük, dög nehéz volt, aztán kiöntött egy kis főzőpohárba belőle, és beledughattuk az ujjunkat, ami rettentő vicces volt. Bőrön keresztül az nem igazán szívódik fel, és nyilván ezt az egészet elszívó fülke alatt végeztük. Hát nyilván, vagyis nyilván nem. Ami nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt, mert hogy a higanygőz az viszont tényleg nagyon-nagyon veszélyes lehet. Az a pár másodperc kitettség valószínűleg nem okozott maradandó károsodást, maradandó élményt viszont igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek vannak-e olyan meghatározó emlékeitek valamelyik fizika, kémia, biológia, vagy lényegében bármelyik tantárgynak az órájáról, ami ennyire megmaradt bennetek. Írjátok meg nyugodtan kommentben, ja, és nyomjátok meg persze a like gombot. Na de visszatérve a higanygőzre, hogy miért is vettem ezt az egészet elő. Azt látjátok, hogy szerdánként mostanában feltöltünk kísérletes videókat, amit a Tudományos Piknikkel közösen veszünk fel, többnyire az ELTE TTK-n, és múlt héten, amikor az aceton szíves kísérletet vettük fel, még egy picit ott maradtunk Ernákkal, Tolnai Gergelynek a laborjában, ezúton is köszönöm szépen Gergőnek, hogy megengedte, hogy használjuk a laborját. Egyébként érdemes őt követni Instagramon, a linket be fogom rakni a leírás alá, mert hogy ő is felszokott tölteni nagyon látványos kísérleteket az Instagram oldalára. Azt hiszem, egy kicsit szétszórt vagyok, ma elfelejtettem, hogy hol jártam, de szerintem ott, hogy amikor felvettük az acetonban izzó részszíves kísérletet, amit múlt héten láthattatok is, Ernákkal még ott maradtunk a laborban, mert hogy volt néhány eszköz és anyag, amivel nagyon régóta szeretett volna kísérletezni, megmutatni azt, hogy hogyan lehet láthatóvá tenni a higanygőzt, ami alapesetben láthatatlan, és ezt a kísérletet végeztük el. A higany párolgását próbáltuk meg valahogy vizualizálni. Úgy csináltuk ezt az egész kísérletet, hogy van egy szilik alapnak nevezett kromatográfiánál használt lemez, ami az anyagot kevernek hozzá, ami a 254 nanométer, ez a higanygőzlámpának egy elég jellegzetes hullámhosszú fénye. Ezen UV tartományban világít, ilyen zöldes színben. És fogtunk egy olyan ilyen lámpát is, amilyen 254 nanométeres hullám UV sugárzás bocsájt ki, és a kettő közébe raktunk egy tálka higanyt. És tulajdonképpen a higany... Meg hogy tálka higany, mindenütt van otthon. És a higany párolgása közben a higanygőz keletkezik, és ez a higanygőz elnyeri ezt a hullámhosszú UV-fényt. Így, ahol higanygőz van, ott a mögötte lévő olyan fluoreszens lap nem fog tudni világítani, hiszen elnyeri azt a fényt, ami miatt világítania kéne. Ezért azt látjuk, hogy a zölden világító háttéren ilyen sötét kis gomolygó kötszerű valami látható. Ez tulajdonképpen a higanygőznek a vetülete. Ezt a kísérletet nem tudom, hogy csináljátok-e a Tudományos Pikniken, valószínűleg igyekszünk összeszedni hozzá a szükséges dolgokat. A Tudományos Pikniknek a linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Sziasztok! Sziasztok! Zseniális. Van értelme a hajnali 4-kor YouTube videókat nézőgetni, ilyenkor távok rá ilyen hülyeségek.